Mielőtt nekilátnánk a pakli megnézésének, hadd hívjam fel a figyelmeteket arra, hogy mostantól van lehetőségetek rá, hogy támogassatok minket, méghozzá a Pamut Labor oldalán keresztül. Amennyiben a leírásban található linkre kattintva vásároltok magatoknak bármilyen pólót, legyen az Witcheres, Gwentes, Marveles, vagy bármilyen más mémmel kapcsolatos póló, azzal támogattok minket és a műsor fejlődését. Úgyhogy ha valakinek ajándékba, vagy magatokat meglepnétek egy pólóval, akkor a leírásban található linkre kattintsatok rá, és nézzetek körül. Már megbeszéltük, hogy Blaze Majdra, akkor törtül a neve. Ja. Mi? Blaze Majdra, akkor tört le. Nos. Na. Vent karantén külön kiadás. Így van, egy jó karantén, de két hónapig tartott, amíg össze tudtunk hozni végre egy videót. Ja, tényleg, több mint két hónapja ment ki az utolsó Vent videó. Borzasztó két hónapon vagyunk túl, gyerekek, de túl vagyunk rajta. Ja, többik. Mondja csak. Ja, nem, hát így csak azt mondom, hogy túl vagyunk rajta, többé kevésbé, és nagy nehezen végre össze tudtuk hozni, hogy együtt tudjunk videózni. Én elkezdtem egyedül fölvenni, de úgy nem volt az igazi. Lehet, hogy az lesz a vége, ha tényleg ilyen sűrű, hogy ne ilyen sűrűséggel csináljunk nektek paklit vagy tartalmat, de azért jobb szeretjük ezeket így elkészíteni. Igen, így mindenképp jobb, mert nekem is lett volna lehetőségem például Runeterre paklit fölvenni egyedül, de úgy nem az igazi. Amíg a másik nem látja, hogy mi ennek a szépsége, addig nem jó. Igen. Addig nem jó elmondani, mert nem az igazi. A karanténról annyit, hogy hát én nem szeretek elmenni sehova, de az elmúlt másfél hónapban otthon ülök, hát meghalok. Valahova muszáj elmennem, ha más nem, akkor a kert végébe, és ott ülj egy kicsit, remélem, mert meghalok. Remélem közületek mindenki jól van, mindenki bírja még. Ja. Kitartást erre a maradékra, ami még hátra van, úgyhogy csapjunk bele a következő paklingba, ami nem más, mint az új Skellige ability lesz. Így van, Blaze majd Draco törtül. Így van, illetve Blaze of Glory ugye az ability. Mindenképpen úgy akartuk, hogy most a mostani paklik az új leader ability-kkel fognak majd jönni. Jó, holnap jön egy hotfix, ezt a... Igen, Twitteren láttam, de mindegy, tehát hogy most mikor ezt felveszük, másnap jön egy hotfix, de az őt nem érinti. A mi paklinkat nem érinti, így van, nem fog történni benne szerintem semmilyen változás. A Blaze of Glory, na térjünk rá erre az ability-re. Ja. Ez az ability 15 provision costot ad hozzá a deckethez, és annyit tesz, hogy egy Skellige unitot a paklitból betesz a temetődbe, majd pofán vágja az ellenfelet ugyanannak az értékével. Így van. Ez igazából Morkvárkhoz tökéletes, semmi más nincs a paklitban, hát, mert ki tudnánk dobni. Ez így nem igaz. Morkvárk az egyetlen diszkárdolni való lapunk, de azért a helyzet adta... Ott van Jutta. De nem azt mondom, tehát úgy mondom, hogy tehát oké, hogy van más lap, amit ki tudunk dobni, azt értem, csak Morkvargra nincs semmi más diszkár. Maximum annyit tudjuk, hogy sem, mert játszunk self-damage-re, elég sok self-damage van a pakliban. Megöljük. Tehát megölni meg tudjuk, azért van, ki tudunk belőle használni dolgokat, viszont tehát csak a leaderhez van. Igazából jó, de nagyon-nagyon... kevésszer fordult elő, hogy nem tudtuk kidobni a leaderrel. Igen, mert deck thinningnek is jó az első körben, tehát mondjuk arra tökéletes, egy 10 pontos swing, amivel kijön egy lap. Megölsz egy engine lapot, igen. Hát deck thinning plusz 10 pont, mert kidobod Morkvárgot, kijön, és 5-5 odavágsz, az 10 pont. Így van. Úgyhogy, ja, igaziból a leaderhez így a kombónk ennyi. Azért nem, erre majd mindjárt visszatérek, hogy mi... de bár nem, kezdjük akkor azzal, hogy a leaderen milyen szépségeket lehet még csinálni. Van nekünk ugye egy hiámárunk, ez egy ősrégi lap, ismeri mindenki, temetődből benisel egy lapot, és annak az értékével megüt egy ellenfele. Na most, igen, csak oké, persze kevésen egy helyzet van, amikor mondjuk van lent két tizenkét lap, kétszer tizenkét pont lent. Hát szinte csak monster. Tehát igen, viszonylag kevés ilyen helyzet van, de... Azért azt meg lehet tenni, hogy ezzel, tehát a leadereddel kidobod a temetődbe, azzal ütsz 12-t, Juttát kidobod. Tehát igen. Juttát, és utána meg fogod kibírni, és ütsz még 12-t, ezt egy körön belül ezt a 24 sebzést ki ezt tudod meg osztani. Tudod csinálni, így van. Úgyhogy azért vannak még opciók, ezt szintén más lapokkal is el lehet játszani, mert Jutta, tehát van benne opciók, amiket Jutta tudunk használni. Jutta esélyesen overkill lesz hozzá, de ott van például a kis 8-as bronzlapunk, ami szintén belekerülhet a temetődbe leader által, és akkor ez a 24-es swing csak 16 lesz, de sokkal menedzselhetőbb, teljesen megéri. Morkvárgal ugyan ugye a Heimdallt nem tudod elhasználni, de az is odavág, úgyhogy... Igen, de jó, tehát nagyjából így el lehet képzelni innentől, hogy miket lehet ezzel csinálni, nagyjából ez a felépítés. Rátérnek egy picit a másik részére. Van egy-két univerzális lap, szerintem az amúgy is kell bele, tehát egy lock. Igen. Én ezt mindenképpen javaslom, és azért nem a sima Skellige lockot, mert most
ne szabjál már feltételeket, hogy miért fogok én lokkolni. Ha akarok, lokkolok, vágod. Így van. Nem, ne kelljen damage lap. Ha akarok, lokkolok. Meg hát provision cost-ba belefér, hogy ez bele, benne, igen, ez még belefér. Őszintén ezen a lapon, tehát itt, ezen a lapon nagyon sokat variáltunk, hogy mi legyen. Igen, Korati Heatwave az a lap, ami azért van benne, mert nem volt kedvünk Roachhoz, mert elég jó a deck thinning. De rakhattunk bele bármit helyette, minket vertek gyerekkorunkban, hogy szeretjük beniselni a lapokat. Így van, ez szenárió ellen is jó, ha esetleg úgy alakulna, mert azért Nilfgaardban még mindig szeretik visszatenni a pakliba a szenáriót és kijátszani még egyszer, tehát azért mondom, ott az ellen mondjuk nagyon jó tud lenni. Meg egy csomó nagy lapot, NG lapot eltüntetni. Benisel, eltüntet a játékban Monsternél a konzium, csak elbeniseled a 13-as kis gyíkját, aztán edd ki. Onnan edd ki. Így van. Tehát, hogy nagyon sok mindenre jó, de tényleg cserélhető, tehát magához a paklihoz nem kell. Nekünk ez volt a legjobb opció, amit találtam. Én univerzális lapok közé sorolom, szerintem az annak elmegy, ez a kettő meg, illetve szerintem más nincs. Sima, hát még Grammys-t azért. De Grammys-t még hozzátenném, igen, ő ugye a Purifying. Na, megmondom nektek a legsneakibb Purify kombinációt, ami úgy néz ki, hogy rendben, első körben lerakom ezt az árva Grammys-t. Itt azt hiszik, hogy több nekem már úgy sincs. Igen. De hát ugye itt van ez a lapunk, és az rendben van, hogy summonolja, de mivel az orderes, egyből lesz volt a még egy charge. És hát ugye azért van egy-két alchemy lap, szám szerint egészen pontosan azon kívül még három, amivel azért tudjuk refresh-elni az ability-t, és ha nagyon akarunk, tudunk purify-olni. Hát meg a Seedgriff-ával, mint mondtad, feléleszünk, tehát hogy lényegében összesen négyszer tudunk purify-olni, annyiszor általában nem kell, annyiszor nem is fogunk, viszont az tök jó, amikor a kis engine-edet lerakod, amire mindjárt rátérünk, azt lelokkolja, lepurify-olod, következő körben megint lelokkolja, és megint lepurify-olod. Azt mondom, hogy Nilfgaard poison mennyiség mellé már nem elég, viszont ami mondjuk a másik nagy favorit, ilyen fan favorit harmadédekekben van, az ellen tökéletes, mert ott mondjuk 2-3 poison van, azt meg tudom akadályozni. Igen, de egyébként a Nilfgaard poison-t is egész jól beleköpsz a levesbe ahhoz, hogy... Mert főleg úgy, hogy tudom sebezni a saját lapjaimat, így meg pláne, tehát mondjuk lefelezem a HP-t egy nagy lapnak, amit lepoizonol, és a többi. Tehát azért vannak lehetőségek, így van. Nilfgaard picit mumus, az mindig az ilyen engine pakliknak, mint ez. De hát az Nilfgaard, de amúgy egész jó. Nem azt mondom, hogy ilyen über magas rankon játszunk most jelenleg, mert nem sok időm volt az elmúlt időben, meg kedvem se igazából játszani. De viszont legalább nem sokat vesztettünk így vele. Van. De viszont. Így van. Ja, hát az engine-t azért még beszéljük át szerintem, mert arról még nem esett szó, csak hogy hogyan védjük meg hogyan állítjuk hát meg. Akkor kezdjük a lényeggel. Én nem tudom, hogy ezt a lapot nerfnek szentek-e azt, amit most már csinál. De hát ez sehogy nem lehet nerf. Tehát én nem tudom, mit akartak kezdeni ezzel apal, de az, hogy most már barikétben armored gain-el lerakod és 6 pont. Nem is értem, mert 6-6-os volt, most 5-6-os lett, viszont minden körbe kap egy armort. Mellé rakod a kis Svolvat Priestet, aka hajókát, és permanensen generálja a pontot 3-at körönként. Igen. Tehát... És nem fogy az armorja. Gyorsan elmondom, mi az ability-je, tehát ugye ez a unit minden körbe, ha van armorja, csinál magára egyet, és akárhányszor veszít egy armort, akkor annyival boostolja magát, amennyi armort elvesztett. Igen. Tehát kurva jó. Ide mindenféleképpen kell, és ehhez épül körülbelül a bronzlapjaink maradék, az erre a lapra minden, épül. Igen. Meg ennek a mini változataira, ami az Armored Drakkár igazából. Igen. Ez nagyjából hasonló, ez azt csinálja, hogy ha lemegy róla két árvar, akkor boostolja magát egyel, ha van két sebzett ellenfeled, akkor kettővel, és igazából ennyi, visszakapja az Armored, és mehet tovább, Svalbard Priestet tökéletes. Igen, tehát... Na mindegy. Már ezt a lapot sem értem egyébként, de a Drakotörtöt teljes mértékben broken lett. Szerintem ezek megállítható dolgok azért nem olyan... Jó, oké. Na mindegy, szóval a Drakotörtörről meg a Drakárhajókról kell leütögetni az armort, igazából ezzel generálunk pontot, azon kívül minden ehhez mással. Ehhez itt vannak igazából ezek a lapok, a Terror Crew például, ez ugye megüti a saját lapodat egy lap, vagy az ellenfelét kettővel, vagy a sajátodat kettővel, de a sajátodat ütöd, akkor boostolja magát négyjel. Drakotörtörön... Ez 4 provision kosta, a Drakotörtörrel 6-8 pont. Igen, az Armored Drakárral pedig 6. Igen. Nem, 6-7. Ha csak egyet boostol, ha kettőt boostol, akkor 8 szintén. Ugyanez vonatkozik mondjuk a Svalbard Butcherre, ő ugye ugyanezt csinálja, igen, tehát kettővel egy... az enemy-nek. Így van, tehát ő sem mutogat nem nagyon tovább. Az Armored Drakkárról beszéltünk, hát szerintem őt mindenki ismeri, a Svalbard Priestet. Így van, hajók a... Turshiek veterán. Ez alapból is sokat szenvedtünk, hogy ezen az 5 ponton mi menjen be, de ő tűnt a legjobb választásnak, ugyanis egy, ahogy beszéltünk róla, a Banishhez is jó.
Tehát ugye az, hogyha ha liderre dobunk ki valamit, ha nagyot kell megölni, vagy hogyha temetőnkből akarunk Hjalmarral megölni valamit, akkor is nagyon jó tud lenni. Meg amúgy, tehát ezt meg tudod csinálni a hajókával, tehát a Svalbard Priest-tel azt, hogy lerakod, lemegy szépen kettesig, visszahíleli magát. Igen. És ezt is a spermába csinálja. Ha igen, az ellenfel... meg hát ütögetheted te is. Ja, és az ellenfel, ami csoda folytán ezt nem tudja megölni, vagy megállítani, akkor ingyen pontok. Hát alapból ötös, ugye? Mert hogy hármat sebez magán. Hármat azért rá tudsz verni te is. Sőt, ha mellette van egyből a Svalbard Priest, akkor igazából még bronzlapokkal már egyből meg is tudod csinálni egy körben, hogy ez 8-ra visszaugrik. Egész, tehát egy bronzlapnak tökéletes. Szerintem ez Mardrom az is mindenképpen jó bele, a két hajóhoz jó. Drakárhoz is jó. Már hát mínusz egy pont, de utána 9-et visszaboostál. Hát a drakárokra mondom, az a két hajó. Ja, meg te, hogy is, hát azt a pontját is visszakapja, mert boostol magán. Mert leütöd az armort, egyet rásebez, ez legalább egyet visszaboostol, plusz a 9, tehát igen, rajta is nagyon ez jó. A kettő, ez alap ugye a két drakárhoz, meg a drakotartóhoz nagyon jó. Egy-két más dolgra is lehet jó éppenséggel, de... Ölni is tudsz vele, más lapokat is tudsz vele azért boostolni, de ez a leghasznosabb kihasználási módja. Opciója, igen. Illetve ami még egyetlen dolog, amiről beszélni talán az egyik ilyen deck tieringünk, hogy úgy mondjam, ez annyi, igazából mit csinál ez a unit, damage-t, tehát ha kap egy sebzést, kiátsz a másikat a paklitból, ezt a szelvedés paklinát szerintem meg lehet oldani. Bőven, teljesen jó, vele tökéletes egyébként a deck tieringünk, tehát azért az esetek többségében hozzáférünk minden laphoz, ami kell. A Tactical Advantage cserélhető, én pont a deck tieringünk miatt hagyom ezt, mert 9-esen nem szeretik erre pazarolni ha van valami nagy lappusztítójuk, vagy valami igen, megállítójuk, nem szeretik elhasználni, és akkor úgy azt mondom, hogy fixen ki tudom játszani, de ha lent van egy hajóka, akkor is. Ja. Én ezért tartom ezt igazából, meg máskor is jól tud azért jönni, de amúgy cserélhető, például, hogy legyen egyből a hajónak targete, mondjuk cserélhető a Lamb Jin. Azaz. Ja, igen, a Genie, aha. Tehát például arra bőven cserélhető, azt tudom még javasolni szerintem. Igen. És hát ennyi lenne a pakli. Így van, igazából többet nem is kell róla beszélni. A videó alatt látjátok majd a meccseket, vagy legalábbis részeit, ahogy szoktuk. Úgyhogy ennyi lenne a karantén pakli. Az első karantén pakli, az első így van. Karantén pakli. Reméljük több nem is lesz. Bár, de sajnos az a baj, biztos, hogy lesz, hogy biztos lesz. Úgyhogy kitartás. Mert igyekszünk minél többet csinálni most már. Kitartás és sziasztok. Sziasztok.